mint egy 25 ajándékcsomagot adtak át a helyi katolikus karitász, valamint az útkeresés segítő szolgálat munkatársai a rászoruló kisgyermekeknek december 22-én. A karitatív kezdeményezés részeként az intézményben élő fiatalok levélben írták meg a Jézuskának, hogy milyen ajándékot szeretnének. Ezek a kívánságok egytől egyik teljesültek számos támogató szervezet és magánszemély közreműködésével. Az akció részleteiről Mészárosné Libor Ágnes számolt be. A kisgyermekek, akik a családok átmeneti otthonában laknak, levelet írtak a Jézuskának, ami, a, amiben a kéréseiket fogalmazták meg. És hát csodák, csodája, csoda történt, és én úgy látom, hogy itt a fa alatt sokasodnak az ajándékok, és hát teljesülni látszik az ő kívánságuk. Nagyon sajnálom, hogy ezt a kedves adományozók nem láthatják majd, ahogy a gyerekek átveszik az ajándékokat, de én azt gondolom, hogy ez egy roppant intim pillanat mindenkinek az életébe, de azt javaslom a kedves adományozóknak, hogy csukják be a szemüket és képzeljék el. Mészárosnél Libor Ágnes hozzátette, idén is nagy segítségükre voltak a helyi katolikus karitász munkatársai. A híveknek köszönhetően rendkívül sok felajánlás érkezett. A katolikus karitásszal nagyon szorosan együttműködünk már több éve, és az idén a, ők is megleptek bennünket a katolikus hívek által összeadott adományal, aminek rendkívül örülünk, és nagyon hálásak vagyunk. Köszönjük szépen a híveknek! A katolikus karitász részéről Megulesz Gabriella elmondta, már évek óta szoros együttműködésben segítik az intézmény lakóinak életét a két szervezet képviselői. A katolikus karitász részéről évek óta támogatjuk az otthont, főként az ünnepek alkalmával, de máskor is szoktunk felajánlani, főként ruhaneműt, és nagyon jó a kapcsolat. Most a DSTV szólított meg minket idén, hogy novemberben, hogy élelmiszer tudnánk-e gyűjteni a, a családi otthonnak, és hát még akkor nem láttam a lehetőségeinket, de a Hívek Nagy Lelkű adományának közben, köszönhetően az adventi gyűjtésben sikerült annyi élelmiszert összegyűjteni, hogy ide is megcsinálhattuk a kis csomagjainkat. Megulasz Gabriella elmondta, idén a felajánlásoknak hála ruhaneműket, valamint élelmiszert is kaptak a nehéz körülmények között élők. Hát most minden család kapott egy meglehetősen nagy élelmiszercsomagot, és mellette minden gyereknek összeállítottunk egy valamilyen kis ajándék ruhaneműt, és egy pici kis játékot, amit oda tettünk nekik az élelmiszer mellé családokra felosztva. Tehát személyre szabott ajándékot kapnak a gyerekek. A karitatív akció rendkívül népszerű volt. A kezdeményezés részletes írásos összefoglalóját valamint a szociális szervezetek vezetőinek értékelését a Dunaújváros online-on is megtekinthetik az érdeklődők.